A gyerekek a mostani játéktár alkalmával Vörös Zsuzsa olimpiai bajnok öttusázóval ismerkedhettek meg. Együtt tornáztak és játszottak a sportolóval. Városunk büszkesége örömmel mondott igent a felkérésre. Ilyen pici gyerekekkel még nem volt dolgom, és hát nagyon remélem, hogy megtaláljuk a közös hangot. És azért is fogadtam el, mert számomra ez egy nagyon lelkesítő dolog volt. A Csemete klubot azért hozták létre, hogy hetente többször színes programokon, fejlesztő foglalkozásokon együtt lehessen a család apraja nagyja. Az alapítvány munkatársainak köszönhetően azonban a játékokon kívül a korai mozgásfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek. Egy egészséges kicsik közé 2-2 fogyatékkal élő kisgyermeket helyezünk. Itt 10 fős csoportról beszélünk. Az egészséges kicsik, ugye az egészséges minta húzza előre a fogyatékos gyermekeket, az egészséges gyerekeknek meg toleránsabbak lesznek, empatikusak, tehát mindenképpen jót tesz. Ez azt jelenti, hogy gyógypedagógus egyéni fejlesztést végez. Jelen pillanatban 6 kisgyermeket látunk így el. A Mikka-Makka játéktár következő vendége egyébként december közepén Várkonyi András, a népszerű filmsorozat Vili bácsia lesz.